Ugye itt azért egy egészen más kategóriát láthatunk, mint majd az A2-es indulása. Az L-29-es Delphi repülőgép bemutatójával vette kezdetét a 29. Burgundy légiparádé vasárnap reggel a Burgundy repülőtéren. A látványos és nagyszabású programsorozaton a magyar repülés, a magyar repülőeszközök és a Magyar Honvédség légiereje is bemutatkozott. A légiparádé megnyitóján Szalai Bobrovnicki Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere mondott beszédet, melyben úgy fogalmazott, hogy a repülés csodája mindenkit elvarázsol. Minden alkalommal, meg kell mondanom őszintén, kisgyermekként magával ragad és megfog az a csoda, amikor egy ilyen hatalmas óriás a levegőbe száll. És hát nyilván ezzel nem vagyok egyedül, mert tudom, hogy évek óta itt rengeteg ember megfordul, most is már így korai órán is sokan vagyunk, és még ezután is nagyon sokan leszünk. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere köszönetet mondott a szervezésért az Albatrosz Repülő Egyesületnek, majd hangsúlyozta, hogy az önkormányzat segítségével a már meglévő mellett egy új hangár épülhet a Burgundy repülőtéren. Korábbi megállapodásunkat tartva ez a forrást a város biztosítani fogja még az idei esztendőben, annak érdekében, hogy ez a hangár is megépülhessen, és többek között például annak a múzeumnak is otthonául szolgálhasson, ami lehetővé teszi majd, hogy kisovodásoktól kezdve fiatalok jöjjenek ide, ismerkedjenek a repüléssel, gyönyörködhessenek, és adott esetben itt döntsék majd el, hogy akár a polgári, akár a katonai repülés irányába lépnek majd, amikor egy kicsit nagyobbak lesznek. A megnyitó beszédek után megemlékezés és koszorúzás következett a tavalyi bemutató során halálos balesetet szenvedett Rózsavölgyi Vilmos és Rózsavölgyi Árpád emlékére. A délelőtt folyamán, ahogy a repülők az égen, úgy gyülekeztek az emberek a repülőtéren, hogy megcsodálják a szebbnél szebb, különlegesebbnél különlegesebb repülőgépeket, helikoptereket és légi bemutatókat. A helikopterek az én világom, helikopterezni szoktam is menni, illetve most éppen majd várom a pilótát megbeszélni, hogy a Delfinnel is fogok menni. A 70-es évektől az L-39 Albatrosz váltotta fel az L-29-est. A Delfin pilótájára pedig nem kellett sokat várni, Szakács Gábor szívesen állt a látogatók rendelkezésére, akik minél többet szerettek volna megtudni a repülésről és a már sokat emlegetett Delfinről. A gép az egy 1971-es gyártású, veterán sugárhajtású repülőgép. A magyar repüléstörténethez úgy kötődik, hogy ilyen repülőgépek 1964 és 84 között szolgáltak a néhai magyar, egykori magyar néphadseregnek a légierejében. Sziládi Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke elárulta, hogy az egyesületre a jövő pilótáinak képzése szempontjából is komoly szerep hárul, hiszen immár 4 éve aktív résztvevői a Honvéd Kadét programnak. Nekünk az a célunk és feladatunk, hogy minél több fiatalt vonzunk a repülésbe, hiszen mind a polgári repülés, mind a katonai repülés pilóta és műszaki állomány hiánnyal küzd. Nekünk itt a Burgundy repülőtéren a kadétképzés, a fiatalok oktatása és az alapképzése a legfontosabb feladatunk. A Burgundy légiparádé tehát kettős célt szolgál, hiszen a szórakoztatás mellett a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a pilóták következő generációjának képzésére, a jövőre nézve pedig mindez azt is jelenti, hogy a közönség még hosszú éveken át csodálhatja a megfelelő képzettségű pilóták bemutatóit Burgundy légterében.